Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jöjjön egy gamer pszichológia, külön kiadás. Most arra már több, mint valószínű, hogy Európában vagyok, valahol sétálok, de nem biztos. Szóval minden esetre megalkottam ezt a videót, még nem tudom, hogy hogy jutatom el hozzátok, de eljutatom, ha netán Európában járok mostanára. De ez a külön kis kiadás a ti kommentjétekből, különösen egy kommentből, ami megfogott, az egyik videóm alatt, ugye még pedig az, azon videó alatt az akadályokról beszéltünk, hogy melyek azok, hogyan küzdjük le az akadályokat, amelyek feljönnek uh, útunk során a cél felé, és Mezán kommentelt egy önkommentet. kommentet. Uh, röviden az volt a lényeg, hogy mi van akkor, hogyha az ember teljesen padló fog, mert ugye ábrázoltam azt, hogy vannak akadályok, és azon, hogy túl kell menni, és túl kell lépni, és mi van akkor, mikor valaki olyan szinten padlót fog lelkileg, és minden, hogy, hogy, um, Nehéz ezen túllépni. Ugye, amikor teljesen padlót fogunk, azt az mondhatni, hogy egy akkora fal előttünk időnként, ugye, hogy nem igazán tudunk sokáig átlépni rajta. És hogyan van ez, vagy hogyan lehetne ezt megoldani? És erre azt hiszem inkább két történettel fogok válaszolni, és nem tudom, hogy mennyire fog nektek ezt tetszeni, vagy hogy milyen, milyen nézőpont lesz, de azt hiszem, hogy mindenképpen teljes mértékben elgondolkodtató mind a két történet, egyik rövid, másik kicsit talán hosszabb, és amikor én először hallottam, akkor így égett a pofám. Nem, én is voltam már padlón természetesen, és nagyon nehéz kikerülni onnan. Elmondom az én módszeremet, és elmondom ezt a két történetet igazából, és, de amióta én ismerem ezt a két történetet, én azóta ha padlóra kerülök, akkor ég a pofám saját magam előtt, hogy hogy engedhetem meg magamnak ezt, hogy egyáltalán úgynevezettem padlóra kerüljek. Na most... Mondjuk úgy, hogy régebben számomra az volt, hogyha nagyon padlóra kerültem, mind lelkileg, mind fizikailag, úgy értem, hogy az anyagi létem, szerelmi életem, vagy bármi ilyesmi, ugye egy, egy ilyen veszélyben forgott és padlóra kerültem, akkor természetesen begubbóztam, és lehúztam a redőnyöket, ahogy ezt szokták az emberek, aztán szépen lassan én leginkább olvasással, tanulással töltöttem azt az időt. Van egy bennem egy ilyen ösztön, ami arra késztet, hogy valahova mozduljak el, hogy ahogy amikor padlót fogok, hogy olvassak, hogy tanuljak, nem törődök senkivel és semmivel, de ahogy lassan olvasok, hogy tanulok, úgy egyre, 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 egyre jobban euh, kivirágzok. Ez volt a régi módszer, mondjuk így. Szóval, de aztán később. Meghallottam ezt a két történetet. ez egyik nagyon um, egyszerű. Amerikában volt egy cégvezető, most nagyon így nem én nem mondanék neveket, mert túlságosan is ismernétek azt az embert, és lehet, hogy egy negatív képet fest manapság a média róla, pedig ez nem, így, nem is így van. Tehát volt Amerikában egy cégvezető, még mindig van. Uh, multimilliárdos volt, tehát tényleg rengeteg pénze volt. Uh, igazából egyszer még el is vesztett a teljes vagyonát, és még vissza is tudta utána építeni egy kb. 500 millió dolláros tartozásból, és mind visszavizette az teljes tartozását, és most arra újra milliómos. Na mindegy, uh, ő ült az irodájába, és megkérdezték, hogy hogyan rendezi le ő a problémáját, vagy hogy van ez, amikor padlóra uh, kerül, és mondta, hogy az irodájában háta mögött van egy fal, és a falon van egy kép az univerzumról és a csillagokról rajta. És amikor nagyon padlóra van, és nem tudja, hogy mit csináljon, csak megfordul, és ránéz erre a csillagos képre, és kiválasz magának egy csillagét, és azt mondja, az vagyok én, az a csillag, és az az én problémám. És ugye el tudjátok gondolom képzelni azt, hogy mekkora az univerzum, és hány csillag van benne, és ha mindegyik csillag egy problémát reprezentál, akkor, az, és az egyik csillag éppen a te problémád, akkor erre azt mondom, hogy ebből kívül és most keményen fogalmazva, hát kit érdekel, ugyebár. Mert, mert valóban 6 milliárdon vagyunk ez a földön, és az az én problémám, az a kis miniatűr csillagot, az az én problémám. És mikor először hallottam, én ezt ez bennem hatalmas nyomot hagyott, mert, mert igen, hát belegondolok, amennyi ember van, és amennyi nyomorúságos sors, ezen a földön, és én, aki a, a nem a harmadik világban élek, ö, mi, mi az a probléma, ami igazán padló sejtet? Természetesen ö, mondhatjátok azt, hogy a problémák arányosak, tehát valahol vásul a világban valakinek a problémája arányban megegyezhet ö, az én problémámmal, arányaiban megegyezhet az én problémámmal. Ez úgy gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen angolul fogalmazó foolish ö, thinking, tehát nem tudom olyan hogy ford, angolul jól hangzik, azért mondtam angolul, hogy foolish thinking, tehát önmagunkat becsapó gondolkodás, ha így gondolkodunk. A másik történet, ami hallottam, az így a szakmai életemből elett, de régebben egy, um, egy gazgató uh, fogta és utazott a, a világban, hogy hát egyrészt ötletet mert is világot lásson, és elment különböző országokba, ahol... Um, uh, látott dolgokat, ugye, és többnyire a harmadik világban is utazott, amit manapság harmadik világnak hívunk, ahol az gyerekek, a családok, és úgy általánosan az emberek a mindennapos életben maradásért küzdenek. Nem jut nekik ivóvíz, vagy nem jut nekik élelem, nem jut nekik gyógyszer. Hmm egy romos épületben élnek, nem tűnt nekik ti se tisztálkodás, se semmi, és ez az igazgató mondta nekünk, hogy ti nem akartok dolgozni, ti hiszitek azt, és most értette a Magyarországon élő emberekre, ti hiszitek azt, hogy ez az ország nyomorban van, és nincs pénz, és panaszkodtok arra, hogy nincs pénz, és elárulta nekünk, és ebben nagy igazság van, hogy az a világ, amiben mi élünk, ez az Európa, ez az első világ, ugye, vagy a második világ, nem a harmadik világ, ugye, ez, ami ez a nem normális. Ez az a szint, ami nem normális, hogy, hogy nekünk jut ez, és jut az, és másoknak nem jut ez. Nekik az a normális, és gondoljátok végig, hogy mi a normális és az abnormális. Számotokra a harmadik világ az abnormális, és azoknak az embereknek, mert nem tudnátok ott megélni, nem tudnánk megélni a harmadik világban, nem tudnánk hogyan túlélni. Az alapvető túlélés szabályait nem tudnánk, hogyan kell csinálni, és lehet, hogy Magyarországon nincs pénz, a környező országokban nincs pénz, és gazdasági váltás, de ember azoknak az élete öm, minden nap válságban van. Ott napról napra küzdenek a túlélésért, és ö, én sem vagyok egy gazdag családból, és volt ebben részem. Hogy most így kicsit őszintőbben beszéljek magamról, volt ebben részem, amikor napról napra kellett túlélni, és nem így kellemes dolog. Úgyhogy mi a padlóra kerülés? Azt hiszem, hogy az igen relatív, de én emett történet hallata után, hogy hogy én gondolom azt, hogy a munka nehéz, és az életem nehéz. Kinevettem saját magamat, és önmagam hitegetéséért, amikor más emberek gyakorlatilag nap mint nap küzdenek az életéért, és én, aki a magyarországi szegénységben élek, mostnak számítok mellettük azzal a nincs pénzemmel. volt fürdőszobám, fejem fölött egy tető volt, tudtam kaját venni magamnak, és volt egy munkám. Erre azt mondom, hogy mi? Mi az, hogy padlót fogás? Mit jelent az padlót fogni? És azóta egy kicsit másképp is gondolkodom arról, hogy hagyom-e magam egyáltalán, padlót fogadni. Hogy akkor eszembe jut ez a csillagos történet, és eszembe jut ez a másik történet, és hogy, hogy hagyom-e azt, hogy egyáltalán padlóra kerüljek, mert önmagam előtt égetem le magamat azzal, hogyha engedem azt, hogy padlóra kerüljek. A másik történet, van még egy aprócska történet, beszélgettem, van nekem egy muzlim ismerősöm itt Londonban, egyben barátom is, és természetesen sokat beszélgettünk a koráról, és tudni, ő egy algér srác, és tudni kell, hogy az algérek, mint nép, eleinte nagyon visszahúzódó, és kifejezetten nem barátságosnak ismered meg őket, és, és mint egy időt, amit megismernek és megkedvelnek, ennél jó indulatú, jó szívű népet én még nem láttam. Tehát ezt a, az a szeretet, ami tud jönni belőlük, az elképesztő. De addig, a pontig nagyon visszahúzódó, és kifejezetten ellenségesnek is érzed magukat. És beszélgettünk arról, hogy hogy miért van, és miért van ez, vagy hogy miért nem küzdenek azért, hogy mondjuk annó miért nem küzdöttek úgy a francia elnyomás ellen, és a többi, hogy Algéria a francia fennhatóság alatt állt, és, és hogy miért ilyen a nép, és, és mond, olyan történeteket mesélt ott háborúról, a polgárháborúról, hogy, hogy azt mondtam magamnak, hogy nekem volt nehéz életem, és tehát megint csak kirögtem, tehát tényleg horrorisztikus történeteket mondott el arról, hogy mit csináltak ott emberek, gyerekekkel, nőkkel, férfiakkal, és milyen körülmények között tették el őket lábolól. És ilyenkor megint csak eszünkbe jut, hogy ott élünk Európa bölcsőjében. Tegyük fel, Magyarország, hát ha tetszik, hanem világon az egyik legbiztonságosabb hely, földrajzilag tekintve, van ivóvizünk, van élelmünk, van minden megvan, ami kellene, hogy éljünk abban az országban, még ha minimális szinten is állítjuk elő, túl tudunk élni, szóval és más embereknek, országonak ez nem adatik meg. És megint csak mondhatod azt, hogy arányoiba az én problémám megegyezhet az ő problémáival. Nem. Nem tud megegyezni. Úgyhogy azt kell mondjam, akár mekkora padlót fogsz, jobb, hogyha egy kicsit más szemszögből nézed olyan a dolgokat. És ez, azt hiszem ez a normális megfejtés erre a dologra, hogy más szemszegből nézed a dolgokat, máshonnan mert, akkor rádöbbensz, hogy lehet, hogy nem is vagy annyira padlón, mint amennyire hiszed, hogy padlón vagy. És ha eszedbe jut az, hogy máshol más ember, még nem is kell eszedbe mert miért hoznád föl magad előtt más embernek a nyomorát, hanem inkább azt, azt, azt nézd, hogy mi az, hogy padlóra kerülés? Biztos, amikor te azt hiszed, hogy padlón vagy, akkor valójában tényleg padlón vagy? Vagy lehet, hogy ez a padló az nem is létezik igazából, csak önmagunk sajnálatában menekülünk. És hogyha egyszer végre befejeztük az önmagunk sajnálatát, akkor lehet, hogy rádöbbelünk, hogy soha nem is voltunk padlón. Szóval azt hiszem, hogy összességében elérkeztünk addig a gondolatig, aki akartam működni, nincs padló. Csak akkor van padló, amikor mi magunkat kezdjük el sajnálni, ez legalábbis ez egy ilyen személyes vélemény, és amint elkezdjük magunkat sajnálni, akkor előjön az a padló, és, és azt hiszik, hogy ott van, és visszahúz minket, pedig valójában nincs. Padló. Én legalábbis így látom már egy hosszú ideje a dolgokat, és így próbálom én az életemet. Egyszerűen nem engedem meg magamnak azt a luxus, hogy padlót fogjak, mert az én luxus. Luxus, hogy ön magam, és sajnáltassam magam. Másokkal luxus az, hogy leüljek és ne tegyem a dolgomat, vagy nem mozdítsam előrébb um, azt a világot, azt a környezetet, amiben harmóniában élek. És, és ja, nem azt mondom, letörök én is néha, lehúzom én is a redőnyt néha, de nem úgy húzom le már a redőnyt, hogy a én szegény, hanem úgy, most elfáradtam egy kicsit, elmegyek pihenni, hagyjatok békén. Nem, nem, igazából már nem padlót fogásnak mondanám, hanem elfáradtam, pihenésre van szükségem. Mert ember vagyok és elfáradok, és amikor magam, magamnak, akkor most már menjünk, mert elég volt abból, hogy ülök, ülök a seggemen, és nem csinálok semmit. Na most, remélem tetszett a téma, kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondoltuk a padló fogalmáról, vagy mit szóltok -e ez a három kis történetről, amit elmondtam. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, és amint tudok, válaszolok is, akkor egy videó által. Addig meg, hát köszönöm a figyelmet, sziasztok!